13. fejezet, bizonyságtételek a gyülekezeteknek. Az 1855-ös látomás megjelenése a bizonyságtételek első kötetében, 1855. november 20-a, imádság közben az Úr szent lelke hirtelen erővel rámáradt, és az Úr látomásba ragadott el. Láttam, hogy a Szentlélek kihalóban volt a gyülekezetből. A szerző küldeménye. Körülbelül 150 példány postáztam a különböző államokban élő testvéreknek a bizonyságtételekből. A könyv megszerezhető Battle Creek-i címemen keresztül. Örömmel hallanám azok véleményét, akikhez eljutott a könyv. Örömmel fogadunk minden támogatást a bizonyságtételek kinyomtatásához. Az elmúlt 9 évben 1855 és 1864 között összeállítottam 10 kisebb írást, bizonyságtételek a gyülekezetnek címen, amelyet a hetednapi adventisták körében nyomtattak és terjesztettek. Ezeknek az írásoknak az első kiadása elfogyott, és mivel az irántuk való érdeklődés egyre növekszik, jobbnak láttuk újra nyomtatni azokat. Kivettük belőlük a helyi és személyes érdekeltségű részeket, és csak a gyakorlati jelentőséget hordozó sorokat hagytuk meg. A negyedik bizonyságtétel nagy része megtalálható lelki ajándékok második kötetében, ezért ebben a kötetben nem nyomtattuk ki újra. Kötelességem kiadni a gyülekezet használatára az egyéneknek küldött figyelmeztetéseket és tanító bizonyságtételeket, mert azok ugyanolyan mértékben vonatkoznak sok olyan emberre is, akikre nem mutattak rá ilyen kivételes módon. Nem ismerek jobb módot a bizonyságtételek kiadásánál arra, hogy közöljem nézeteimet az általános veszélyekről és tévedésekről, és mindazok kötelességéről, akik Istent szeretik és parancsolatait megtartják. Talán nincs is közvetlenebb és erőteljesebb módja annak, hogy az emberek elé tárjam az Úr üzenetét. Az 1868. június 12-én nyert látomás kimutatta, hogy teljesen helyén való kiadnom ezeket a személyre szóló bizonyságtételeket. Mikor az Úr kiválaszt egyes eseteket és rámutat helytelenségeikre mások, akik nem szerepelnek a látomásban, gyakran arra következtetnek, hogy velük minden rendben van, de legalábbis közel állnak az igazsághoz. Ha az Úr valamilyen helytelenség miatt megró valakit, minden testvér alaposan vizsgálja meg magát, hogy hol bukott el, és mennyire hibás ugyanabban a vétekben. Bizonyságtételek 5. kötet 658-659. oldal. A nyomtatott bizonyságtételek szerkesztése 1884-ben. Kedves Smith testvér! Ma már küldtem neked egy levelet, de azt az értesítést kaptam Battle Creekből, hogy a bizonyságtételeken végzett munkát nem fogadták el. Szeretnék tenni néhány kijelentést, melyet belátásod szerint használhatsz fel. Már hallottad tőlem, hogy az Úr évekkel ezelőtt megmutatta, nem szabad késlekednünk a nagy horderejű világosság kinyomtatásával csak azért, mert nem tudom tökéletesen elkészíteni az anyagot. A férjem időnként nagyon beteg volt, és így nem tudta megadni nekem a szükséges segítséget. Emiatt késlekedtem az emberek elé tárni látomásaim tartalmát. Az Úr rámutatott, hogy a lehető legjobb módon az emberek elé kell tárnom a kapott világosságot, és ha majd nagyobb világosságban részesülök, nagyobb tehetséggel fogok tudni írni és beszélni. A lehető legtökéletesebben kellett végeznem mindent, hogy a tanult emberek is elfogadják munkámat. Amennyire csak lehetséges, minden hibát ki kell javítani kiadványaimban. Az igazság növekedésével és terjedésével egyre nagyobb gondot kell fordítani a nyomtatott művek tökéletesítésére. Andrews testvér túl sokáig késlekedett. A Szombat története című könyv kiadásával más hamis művek kerültek kiadásra, és állták el az utat az igazság elől. Így az emberek előítélettel voltak a véleményük elütköző pontokkal szemben. Láttam, hogy ezzel a mű sokat veszít. Az első kiadás ideje alatt ráért volna javítgatni a munkán, de ő túlságosan a tökéletességre törekedett. Ez a késlekedés nem Isten akarata volt. Ellen White kívánalma a nyelvhelyességre. Nos, Smith testvér, alaposan megvizsgáltam a bizonyságtételeken végzett munkát, és úgy vélem, néhány dolgot ki kell javítani a generál konferencia 1880
3 novemberében elé tárt anyagban, amit te is láttál. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy minél jobban megvizsgálom az írást, egyre kevesebb kivetnivalót találok benne. Ahol a nyelvezet nem a legmegfelelőbb, kérlek javítsátok ki és helyesbítsétek nyelvtanilag. Ezeket a javításokat mindenhol el kellene végezni, ahol az a mondani való megváltoztatása nélkül elvégezhető. Ez a munka túl hosszúra nyúlik, aminek nem örülök. Elgondolkodtam a bizonyságtételek javított változatáról. Alaposabban átnéztük azokat, és nem úgy látom a dolgot, ahogyan testvéreim. Szerintem a változtatások javítanak a könyvön. Ha az ellenségeink kezükbe veszik, ám tegyék. Bármit adunk ki, az bírálgatni és boncolgatni fogják, nekünk azonban legyen tiszta a lelkismeretünk, tegyük meg, ami tőlünk telik, a többit pedig bízzuk Istenre. Nem késlekedhetünk sokat ezzel a művel. Testvéreim, mit szándékoztok tenni? Nem akarom tovább halasztani ezt a munkát. Valamit tenni kell, mégpedig most. Kikkel válogattam a legfontosabb írásokat a bizonyságtételek 6. kötetéhez, majd saját magam lektora lévén mindet át kell néznem kiadás előtt. Noha minden sor igaz bennük, mégsem akarom mindet sajtó alá rendezni, nehogy valaki mások megbántására használhassa az írásokat. Miután az anyag összeáll, minden egyes cikket elolvasok én magam, mert az olvasás és az ének hangját alig tudom elviselni. Általános elveket igyekszem közzétenni, és ha azt látom, hogy egy mondat mentségül szolgálhat valakinek mások megsebzésére, teljesen szabadnak érzem magam az adott mondat kihúzására annak ellenére, hogy az is tökéletesen igaz. Levelek mások megsegítésére. A levelek felhasználása. Isten segítségével olyan levelek megírására törekszem, melyek nem csak a címzettek megsegítését fogják szolgálni, hanem másokét is, akik hasonló segítségre szorulnak. 79. levél 1905-ből.